Köszöntöm a kedves nézőket, dartsról fogunk ma beszélgetni, és ez általában vidámra szokott sikerülni, úgyhogy ma is erre számítok három vendégünkkel. Mereckei Lajossal, Ziegenhamm Medárddal, a Sport TV szakkommentátoraival, és Takács Péterrel, a Darts Event Kft. Ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Szia, mi köszönjük a meghívást. Amikor legutóbb így voltatok, akkor volt egyszer egy bejelentés, és a műsor pedig úgy végződött, hogy lesz még majd bejelentés hamarosan, de arról most nem árulunk el semmit. Na, ki teszi a bejelentést hármatok közül? Jelentkezzen. Kezdjük azzal, hogy a bejelentés, az ugye amikor a múltkor itt voltunk, akkor ugye volt egy esemény, most lesz egy másik esemény, erről már ugye beszámoltunk, még ha nem is ez asztal körül, de ugye a Hungarian Darts Show 2022. május 17-én hazánkba költözik a darts képében, és jó néhány világsztárunk lesz. Hát a bejelentésünk a mai nappal az ezzel kapcsolatos. Ki mondja el? Hát aki középen ül. Jó, akkor én rám esik ez a szerencsés dolog. Ugye többször be volt már ez tervezve ez a történet, aztán ugye nagyon sok dolog közbejött, sajnos nagyon sok hátráltató tényező, de ezek most szerencsére elhárultak, és Magyarországon köszönhetjük majd a Hungarian Darts Show keretein belül a 16-szoros világbajnok Phil Taylort, aki ugye önmagában egy ikon a sportágon belül, és ugye sokan kérdezik, hogy mihez hasonlíthatjuk, hát hogyha más sportágokat nézünk, akkor Muhammad Ali a boxból, vagy mondjuk Michael Jordan a kosárlabdából, körülbelül ezeket a hasonlatokat tudnám tenni, bár igazából annyira unikális figura a dartsban, hogy még talán hasonlítani is nehéz valakihez. Mihez hasonlítható az érzés, hogy ezt ti hozzátok létre? Hát ez felemelő, mivel hogy nekem, én nem fogok belőle titkot csinálni, nekem ő a number one, tehát ez nem fog megváltozni soha. Lehet, hogy majd jönnek még, meg vannak kedvenc dartsosok, de ő olyan nem lesz soha többet, mint a második number van, a harmadik number van, de első de number az van, első csak number, egy van. Number van, csak egy van, és hát ugye szó volt róla, és vele kezdtük el, tehát úgy terveztük, hogy ő jönni fog, és úgy kezdődött a Darts Show. De aztán a Covid helyzetre való tekintettel visszamondta, és azt mondta, hogy nem is lesz egész évben semmilyen látogatása a Szigetországon kívülre. És aztán egyszer csak csöngött a telefon Péternél, és hát idézőjelesen Phil Taylor volt a másik oldalán, és mondta, hogy hát ő mégis jönne, és akkor bekövetkezett az, hogy természetesen a Péter így mondta, hogy hát jó, hát akkor jó, rendben, és utána ott ugráltunk, hogy ez bekövetkezett. Akartam mondani, hogy te nem vagy az a srác, akinek elmenne a hangja egy ilyen telefontól, nem? Nem, próbáltam nyugodt, és kvázi ilyen... Kimért lenni? Abszolút kimért. Jó, tehát, hogy de nem növekedett jössz, a fellépési díj. Már, tehát, hogy persze próbáltam rögtön, jönni akarsz? Ja, hát akkor ugye 80 száj, Budapest, belett már ugye szeptemberben a dartsosok közében nagyon-nagyon népszerű lett Budapest, tehát hogy azt gondoltam, hogy Taylor akkor jönni akar, akkor nyilván pozícióban vagyunk. Természetesen nem, tehát hogy megvolt, az ököl az megvolt. Hogy hurrá, itt lesz Féltéről. Mi lesz még? Hát ugye korábban már bejelentettünk jó pár világsztárt, tehát rengeteg világbajnok érkezik még. Ismételjük át. Jó. Érkezni fog a jelenlegi világ első, aki ugye most éppen nagy harcban van Peter Wright-tal a világ elsőségért, minden héten egy külön csata. Gervin Price lesz majd talán egyik legnagyobb név. Ugye rajta kívül érkezik a korábbi sok 7 éven keresztül zsinórban vezett a világranglistát Michael van Gerwen, és hát a sportág egyik már, illetve inkább úgy mondom, hogy a másik nagy legendája, hiszen Taylor mellett azért Raymond van Barneveld az, akivel azok, akik követik mondjuk akár 2012 óta a sporttelevízió közvetítését, vagy akár régebb óta a darts életet, azoknak Barney egy igazi ikon szintén, úgyhogy ő is itt lesz, és hát elhozzuk majd a világ jelenleg talán első számú női játékosát, Fallon Sherrockot, aki ugye igen népszerű a szurkolók körében. Hol lesz ez? És hányan férnek Márdől, be? A személyes kedvencem. Ez mit jelent? Hát, hogy hat világsztár lesz. Hat világsztár érkezik majd a dartsos berkekből, és aztán ők fognak majd még ugye kiegészülni. Szóval hol és hányan férnek be? Azt tudni kell most. 12-13 ezer ember egészen nyugodtan elfér az MVM Dome-ban.
Úgyhogy, mikortól lehet a jegyeket vásárolni? Már lehet. Már lehet. Sőt, hát holnapig, mert holnapra biztos elfogy. Bízunk benne. Bízunk benne, hogy a mai fejlemények tükrében igen, valóban ez így lesz, hogy kicsit jobban megindulnak az emberek a jegypénztár felé, hiszen azért ez nyilván egy befolyásoló tényező volt. De most de mi? Mert azt nem mondtuk még mindig el, hogy hétfőtől. Mondhatnánk azt is, hogy ezt is mi intéztük, de nem. Nem így volt, igen. Sajnos nem, de ugye a védettségigazolványnak a kivezetése az azért az ilyen rendezvényeknél mindenféleképpen egy pozitív hatással bír. A múlt év szeptemberi eseménynél elég erősen láttuk azt a hatást, azt a negatív hatást, hogy sokan nem tudtak, vagy nem akartak eljönni. Amiatt, hogy nem voltak beoltva, nem volt védettségi igazolványuk, tehát ez most csak 7000-en vagy önmagában a félelem. Csak 7000-en voltak. Ami szintén rekord volt, tegyük hozzá. De akkor nagyon nagy az esély arra, hogy ez egy teltházas rendezvény lesz. Hát, mi bízunk benne abszolút. Igen, azt gondolom, hogy ennél nagyobb neveket nem nagyon lehetett volna összeszedni egy ilyen jellegű műsorra, és az, hogy még kiegészítjük őket majd ugye magyar híresékes sportolókkal. Ez igazából ez a gála, ez nem a dartsnak a szakmai oldalát fogja majd megmutatni, hanem egy kicsit poénosabb, egy kicsit viccesebb. Természetesen lesz, hiszen a világsztárok majd egymással is össze fognak csapni, de azért mi igyekszünk a nézőknek a szórakoztatására koncentrálni alapvetően. És nem tudom, hogy még elmondhatjuk-e a negyedik játékost, aki kifog. Most már kénytelen leszek. Ugye lesz egy licitálás majd azzal kapcsolatosan, hogy ki lesz az, aki majd a sztárokhoz egy fő majd érkezhet páros játékot játszani, amit majd egy jótékonyságra fogunk felajánlani. És ez bárki számára? Tehát ez bárki számára elérhető lesz. Ez a licitálás majd. És majd még lesznek bejelentéseink, amikor majd a magyar sztárokat fogjuk bemutatni, vagyis hát inkább sportolókat, mert ezt így tudjuk fogni, sztár sportolókat. Jó, akkor. Hát úgyis sokat vagytok itt, majd valamikor összefutunk, és akkor megbeszéljük ezeket a dolgokat. Jelen körülmények között mennyire nehéz a költségvetést összerakni egy ilyen rendezvényhez? Borzasztó nehéz, mert ugye mögöttünk van a 3-4 hullám, vagy egészen konkrétan 5, és ugye nem tudjuk, hogy mi van előttünk. Folyamatos hullámvasúton voltunk, illetve még mindig vagyunk. El sem hiszem, hogy talán kezd aszfaltosodni az út. Figyelj, nem hullott ki a hajad, nincsen több ráncod, mint szeptemberben volt, nem lehet itt nagy probléma. Hát komoly pszichiátriai és egyéb kezeléseknek vetettem magam alá. Bemutatnám Takács Pétert, ügyvezető igazgatókat, 26 éves. Jó, azt mondjátok meg nekem, hogy Phil Taylornak elmondta valaki, hogy aki Budapestre jön, ha bármennyire is nem szeretik, akkor itt a közönség biztos, hogy meg fogja szeretni, mert hogy ez megtörtént más világsztárral is. Hát én megmondom őszintén, amikor a European Tour versenyen az a tiszt jutott nekem, hogy gyakoroljuk el, hogy Phil Taylor hogyan fogadja majd a magyar közönség, és abból a reakcióból, amit én ott láttam, hát az valami káprázat volt, tehát még a büféből is rohantak be az emberek, tudnék azt hitték, hogy tényleg ott van Taylor, olyan hiteles, hogy sikeredett a dolog, és rögtön egy 3-4 ezer ember megrohamozta a bevonuló zónát. Derült, hogy tehetségesek vagyunk sprinter vonalon. Így van, így van. Fiatalok mindenképp. Én szerintem a népszerűséggel itt nem lesz gond, itt tényleg... Azt gondolom, hogy itt érdemes nem az is azt gondoltam, hogy ő nem elég népszerű, hanem azt gondoltam, hogy itt aztán annyira imádják a dartsot, illetve azokat, akik ezt magas szinten művelik, hogy itt bármi előfordulhat. Én talán ez az egyik oka annak, hogy ő jönni akart erre, mert ez konkrétan tényleg így volt. Tehát azért neki rengeteg ajánlata azt, hogy ő ennyire jönni akart, mi ezért keményen megdolgoztunk. Hát két éven keresztül megdolgoztunk érte, az biztos, hogy a lehetőségét fönntartsuk, de való igaz, hogy azért ehhez ő is kell. Jó, elviccelődjük ezt az egészet, de ez egy egészen különleges dolog, hogy gyakorlatilag az összes világsztár, aki jelen pillanatban fémjelzi ezt a sportágat, itt lesz. Így van, és ez azért van egy nagyon fontos dolog, és most vissza kell csatoljak egy kicsit, tudom Phil Taylor, de Gervin Price-hoz. Ugye szeptemberben a Gervin Price a 9 nyilast, a dupla 12-t hibázta. Megállt a dupla 12 előtt, mert ott még akkor volt egy kis incidens a nézőkkel, és utána lett a kedvenc. Hát és erről ugye, beszéltem az imént. Igen, és azért ugye a Premier League-en bemutatta, hogy egy verseny alatt tudott 2 9 nyilast dobni, 170-es kiszállóval nyerni, az első körbe. Bemutatta, hogy tudta megszeretni Budapestet. Azt is bemutatta, igen, pontosan. És ami még fontos, hogy hát ha át tudjuk élni azt, hogy valamelyikük úgy dönt, hogy hát azért csak dob egy 9 nyilast. Mert hogy ez mondjuk, döntés kérdése náluk. Hát a döntés kérdése az igen, mert lehet, hogy
jobban rámegy arra, hogy ezt neki be kell dobni a jobb. Ezért az a felelős, aki a költségvetést összerakja. Hát igen, igen, mert akkor kérek egy telefonszámot, és már is indítom a megfelelő felkészülést. Jó, tehát akkor még egyszer egy időpontot, egy helyszínt, és egy hozzávetőleges tólig jegyárat mondjatok. Május 17, MVM Dom, ez egy keddi nap, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. 3000 forinttól 65000 forintig vannak a jegyek. Esti program? Esti program, 7-től este 11-ig, tehát hogy mindenki készüljön taxival. Hol lehet a jegyeket vásárolni? A honlapunkon, nem tudom, hogy ezt kimondhatom-e. Nem, de ez... azt most már tudjuk, hogy a honlapotok. Igen. Mondd ki persze. darcevent.hu. Szuper. Hát nagyon-nagyon várjuk ezt az eseményt. Remélem, hogy addigra még jobban felkészültök, mert hogy folyamatosan szakkommentáltok, te gyűjtögeted a pénzt, és aztán egy csodálatos eseménynek leszünk szemtanúi májusban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Azt gondolom, hogy innen folytatjuk az újabb és újabb hírekkel, jó? Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és köszönjük szépen a figyelmet a kedves nézőknek is. Viszontlátásra.